Most pedig következzék az a gyakorlat, amelyik az édességekről fog téged leszoktatni. Fogja kezedbe két szeletet kedvenc csokoládétból, vagy édességedből. Ülj le egy kényelmes fotelbe, lábait helyezd a földre. Három mély lélegzettel tisztítsd meg tüdőd, minden zugát a fölösleges széndioxidtól. Emeld az orrodhoz az egyik csokoládét, vagy amit a kezedben tartasz, és szagold meg. Jegyezd meg az illatát. Most, amíg az agy külső és tudatos szintjén vagy, érintsd meg a csokit a nyelved hegyével. Vedd a szádba, és ízleld meg az összes ízlelő bimbóddal. Figyeld meg, hol helyezkednek el az ízlelő bimbóid. Nyelveden, a száj két oldalán és hátsó részén. Még továbbra is a tudatos szinten vagy, jegyezd meg, milyen a csoki vagy a sütemény íze. Most fogd be az orrod, és figyeld meg, mi történik az ízzel. Van valami köze a szaglásnak ahhoz, hogy milyennek érzed a csokoládé ízét? Később a másik szelettel ugyanezt a vizsgálatot végzed el, alfa állapotban. Akkor szinte elviselhetetlenül édes szagot fogsz érezni. Most viszont egy ideig fogd be az orrod, és figyeld meg, mi történik a csokoládé ízével. Ha nem érzed az illatát, figyeld meg, melyik íz tűnik el, és melyik marad meg. Később az alfa szinten a mentális képzelőerő segítségével beprogramozod magad az édességek ellen. Legfőképpen pedig a kedvenced ellen. Ennek a programozásnak az a lényege, hogy bántóan erősen fogod érezni az élelmiszerekben lévő édességet. Alfa állapotban ízlelő bimbóid jóval érzékenyebbek, és azt az üzenetet fogják az étvágyközpontnak küldeni, hogy minden édesség émeítően édes. Ugyanezt a módszert felhasználhatod akkor is, ha túlságosan sok cukrot teszel ételeidbe vagy italaidba, például a kávéba. Menj le alfa szintre, készíts egy csésze kávét, vagy más italt, ha nem iszol kávét, és tedd bele annak a cukormennyiségnek a negyed részét, amit általában szoktál. Alfa állapotban kortyolj egyet az italból, és figyeld meg, mennyire édes. Ettől kezdve azt fogod tapasztalni, hogy ez a csökkentett mennyiségű cukor is elegendő lesz az ízesítéshez. Ha megérzed az ételekben lévő cukor émeítő hatását, többé nem fogod kívánni az édes ételeket.
fejlesztjük az édességek elleni meditatív programozást. Helyezkedj el kényelmesen a kedvenc foteledben. Lábaidat tedd a földre. Kezedben ott van két szelet a kedvenc csokoládédból. Ahogy korábban is említettük, kezd el enni az egyik szeletet, és figyelj jól az ízére. Hunyd be a szemed, vegyél három mély lélegzetet, és kilégzés közben képzeletben többször ismételd meg ezt a szót: lazíts. Hogy még mélyebb alfa szintre juss, vegyél újabb nagy levegőt, és mondogasd magadban: belül. Hogy még ennél is mélyebb alfa szintre juss, ismét lélegezz nagyot, és képzeletben többször ismételd el, hogy lazíts belül is. Hogy igazán mély, kiterjedtebb alfa állapotba kerülj, lazítsd el tested minden részét, elkezdve a fejednél és a fejbőrödnél. Ahogy fokozatosan lazított tested minden porcikáját, egyre mélyebb alfa állapotba jutsz, és agyhullámaid a másodpercenkénti 8 ciklusra csökkennek. Kreatív képzelő erőd segítségével jelenítsd meg a kerekeket, amelyek először nagyon gyorsan forognak, majd egyre lassulnak, ahogy a fejed bóbjától a lábujjaid hegyéig ellazítod magad. Lassabban forognak. Téged pedig egyre növekvő békesség és nyugalom kerít hatalmába. Kreatív képzeleted segítségével lazítsd el a fejbőrödet és a fejtetődet. Engedd ki a feszültséget a homlokodból és az arcizmaidból. Hagyd, hogy alsó és felső fogsorod egy kissé szétnyíljon. Egész lényedet hassa át a relaxáció érzése le egészen a lábujjadig. Most lazítsd el a nyakad és a vállaidat, lazítsd a karjaidat és a kezeidet. Érezd, amint ez az érzés lefelé halad a testeden. Lassul a kerekek mozgása, egyre kevesebbet fordulnak. Képzeletben most lazítsd el a hátad, a mellkasod és a hasad izmait. Lassacskán egész tested ellazul, egészen a lábujjaid hegyéig.
tudatszint egy mélyebb állapotába. A kerekek nagyon-nagyon lassan forognak. De hogy még mélyebb, még kiterjedtebb szintre juss, képzelj magad köré egy békés, nyugodt környezetet, vagyis képzeld magad arra a helyre, ahol a legjobban ki tudsz kapcsolódni. Töltsd el ezen a helyen egy pár percet, és engedd, hogy tested tökéletesen ellazuljon. Vegyél mély levegőt, és lépj be egy mélyebb szintre, ahol a kerekek már alig forognak. Egyéni ismertető jeleid alapján el tudod dönteni, eljutottál-e alfába. Ezek a jelek egyedül rád jellemzőek. Színeket látsz, könnyűnek érzed magad. Olyan jelzések, amelyeket minden alkalommal tapasztalsz, ha alfában vagy. Amint alfa állapotba kerültél, vedd a szádba a másik szelet csokoládét, és kóstold meg. Az egész szádban áradjon szét a csokoládé íze. Figyeld meg az émeítő édességet, az undorítóan édes ízt. Szinte hányingerkeltően édes. Most fogd be az orrod, és figyeld meg, mi történik ezzel az ízzel. Eltűnt a csokoládé íze. Valamilyen homokos, ijasszerű íz maradt helyette. Esetleg egy darab kartonpapírra emlékeztet. Most pedig kreatív képzelőerőd segítségével programozd be magad világon létező összes édesség ellen. Képzeld el magad, amint összerándul a gyomrod az émeítően édes íz emlékére. Most néhány
részletében élt át ezt az élményt, mint a képet, mint pedig az ízt. Háromszor ismételt el a lelki megerősítés szavait. Feltételek nélkül szeretem magam. Azaz a teljesen tudatos szintre, az édességek elleni újraprogramozás megtörtént. Ha később nem kívánod a csokoládét vagy a süteményeket, az azt jelenti, hogy a programozás sikerült. Annyiszor ismételd ezt a gyakorlatot, amennyiszer szükségesnek tartod.